Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon a veszélyes fákról is egyeztettek az önkormányzati képviselők. Elfogadták a 2023-as költségvetést, 3,4 milliárd forinttal gazdálkodik idén Bonyhád. Véradást tartottak Tolnán. Országosan, naponta átlagosan 1700 segítőre van szükség. Szakmai verseny. Szép eredményeket értek el a Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezerédi István technikum tanulói. E-mail címen lehet bejelenteni a feltételezhetően veszélyes fákat és bokrokat a polgármesteri hivatal munkatársainak Szekszárdon. Erről is döntött most a közgyűlés, de szakemberek is átnézik a városban található növényzetet, és ahol szükséges, beavatkoznak. A cél, hogy ne legyenek olyan fák a településen, amik egy esetleges vihar esetén például az útra dőlhetnek. Két napirendi pontot tárgyaltak csütörtökön a szekszárdi közgyűlés tagjai. Ezek közül az egyiket Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője terjesztette elő. Ők azt kérték a testülettől, szavazzanak arról, hogy a hivatal munkatársai mérjék fel a köz- és magánterületeken található fák egészségi állapotát, ahol pedig szükséges, végezzenek fiatalító visszametszést, vagy vágják ki az elhalt növényeket. Erre, mint fogalmaztak, azért van szükség, mert két héttel ezelőtt a szélvihar fákat döntött ki a Tolnai vármegye székhelyen, és sok helyen ágak törtek le, de a helyiek is jelezhetik a veszélyesfa@szekszard.hu e-mail címen, ha kiszáradó növényzettel találkoznak. Egy fotóval és egy címmel, ennyi elég, nem kell több, hát ha nem jön a levelező rendszeren. Ugyanitt be lehet jelenteni azokat a bokrokat, amelyek akadályozzák a közlekedésbe a kilátást, nagyon sok ilyen van a városban. Ezek folyamatosan megnőnek, néha nyersik, néha nem, tehát azon kívül a fák is belógnak a forgalmi táblákra, jelző táblákra, tehát ezeket a fákat is be lehet jelenteni, úgy van, hogy a lakosság ezt megteszi, akkor sokkal gyorsabbak leszünk. A közgyűlés napirendjei között olyan körzeti felújítások tervei is szerepeltek, amiket a képviselők gyűjtöttek össze. A felsorolás nagyjából 80 tétel tartalmazott. Ezekkel kapcsolatban most úgy döntött a testület, hogy előbb Szekszárd idei költségvetését fogadják el, aztán veszik sorra, hogy az ilyen munkákra fordítható összegből mit és pontosan hol végeznek majd el. Azt javasoltuk, és ez a polgármester úr mondta ezt a javaslatot elsőként a közgyűlésen, hogy az lenne a javaslat, hogy első körben a költségvetés fogadja el a közgyűlés, lássa azt, hogy a városi üzemeltetési feladatokra mennyi forrást tud biztosítani a 2023. évben, és ezt követően, ha látjuk, hogy mennyi pénzünk van ezekre a feladatokra, ezt követően üljenek le a frakció vezetők a szakemberekkel, és beszéljék át ezt a javaslatlistát, és ebből választják ki azokat a javaslatokat, ami reálisan megvalósíthatóak. Dr. Gábor Ferenc az interjúban arról is beszélt, a mostani közgyűlésen egyértelműen kiderült, nem igaz, amit az ilyen szekszártagok korábban többször is állítottak, vagyis, hogy a képviselőknek nincs lehetőségük önálló előterjesztéseket javasolni. Bomba Gábor frakcióvezetőként benyújtott egy előterjesztést, és kezdeményezték a közgyűlés összehívását. A polgármesternek ilyenkor nem tehet más, 15 napon belül össze kell hívni a közgyűlés, és azt az előterjesztést, amit benyújtottak, azt meg kell tárgyalni a közgyűlésnek. Ez történt most, kezdeményezték, és ennek a kötelezettségnek eredett polgármester is benyújtottak az előterjesztés megtárgyalása a közgyűlésnek. Ezt tárgyaltuk meg most. Szekszárdon a közgyűlés legközelebb február 20-án ülésezik. Akkor a tervek szerint elfogadják a település idei költségvetésének első változatát. A lakosság esetében az átlagfogyasztásig egész évben nem emelkedik a gáz, az áram és a távhő rezsicsökkentett ára, miután a kormány megtette a szükséges lépéseket a hazai fogyasztók energiaellátásának biztonságáért, és azért, hogy az árak megfizethetőek, kigazdálkodhatóak legyenek, mondta az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba a magyar energiapolitika egyik legfontosabb céljának, az ország energiaszuverenitásának megteremtését nevezte. Nagy jelentőséggel bír a szociális tűzifa program, mely az 5000 fő alatti településeken élő rászoruló családoknak nyújt segítséget, mondta el Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kifejtette, a belügyminisztérium által meghirdetett projekt keretében 2374 településen mintegy 180-190 ezer rászoruló család kapott és kap a téli tüzelőjéhez segítséget. Ehhez a kormány 5 milliárd forint támogatást
forrást biztosít. Az állami erdőgazdaságok idén is jelentős mértékben kivették részüket a program megvalósításából. Nagy István hangsúlyozta, hogy minden igénylő önkormányzathoz eljutott a szociális tűzifa. Bonyhád képviselő testülete elfogadta a település 2023. évi költségvetését. A rendelet értelmében 3,4 milliárd forint áll a város rendelkezésére, melyből 30 milliót a sport, még 6 millió forintot civil szervezetek támogatására költ az önkormányzat. Saját forrásból többek között óvodafelújítási munkálatok is tervben vannak. Bonyhád város önkormányzati képviselőtestülete február 15-én tartotta a legutóbbi ülését, ahol elfogadásra került a 2023. évi költségvetés. A rendelet magába foglalja azt az anyagi forrást is, ami az önkormányzati fenntartású intézmények zavartalan működéséhez szükséges, de emellett azt a 30, illetve 6 millió forintot is, amit a sport, valamint a civil szervezetek támogatására költ majd az idei évben az önkormányzat, tudtuk meg a város polgármesterétől. 3,4 milliárdos főösszeg rendelkezik, tehát ez az a nagyságrend, amivel idén gazdálkodik a város. Lehetővé tette ennek a költségvetésnek az összeállítását egyrészt az állami forrásokon, az állami támogatásokon felül a város saját bevételei, amelyek évről évre egyre növekvő tendenciát mutatnak, illetve az a jelentős maradvány, amit az évben, az előző évről hozott át az idei esztendőre az önkormányzat. Ez alapozta meg azt a biztonságos tervezést, ami a legfontosabb szempont volt az idei költségvetés rendelet megalkotásánál is. A városi költségvetésben saját forrású fejlesztésekre 400 milliót különített el az önkormányzat, emellett bérfejlesztéseket is tartalmaz a rendelet. Egyrészt ugye kötelezően törvényben előírt garantált bérminimum emelkedést illetően gyakorlatilag a 211 önkormányzati dolgozóból 125-öt érint, tehát gyakorlatilag valamivel többet, mint a felét, de azt is elmondhatom örömmel, hogy minden nehézség ellenére az önkormányzat saját forrásból a garantált bérminimummal nem érintett dolgozóknak annak a növekményével minimum 10%-os mértékű béremelésben minden egyes önkormányzati dolgozó részesült az idei év januárjától. Az uniós forrásokat pedig Bonyhád város önkormányzata is várja, ezekből tovább fejlődhet majd a település. Szerdán többek között két súlyos sérüléses baleset helyszínén intézkedtek a Tolnavár megyei rendőrök. A 611-es számú főút 2-es kilométer szelvényében a Kapos folyó hídján egy autó kerékpárost gázolt. A 16 éves tiszakóródi fiú a főúttal párhuzamosan kiépített bicikliúton haladt Dombóvár irányából Kapos szekcső felé. Nem adott elsőbséget a neki balról érkező autónak. A sofőr észlelte a biciklist, fékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni. A fiú a szélvédőre zuhant, majd az úttestre, mely során súlyosan megsérült. Szekszárdon, a Flórián utcában a Zebránál egy 87 éves harci férfi nem biztosított elsőbséget a neki balról érkező 49 éves helyi nőnek a jármű elejével elütötte. Az ütközést követően a nő a jármű motorház tetőjéről leesett, az autó áthajtott rajta, majd megállásáig maga alatt tolta. A balesetben a gyalogos súlyosan megsérült. Véradást tartottak Tolnán, a Magházban. Sokan vállalták, hogy a kis tűszúrással mások életét mentik meg. Szükség is volt az önkéntesekre, idehaza ugyanis naponta közel 2000 egységvérre van szükség a műtétekhez. Alapos bőrfertőtlenítés, és már kezdődhet is a vér leadása. Tolnán a Magházban várták most azokat, akik ezt vállalva segítenek másokon. Hiába volt munkaidő, sokan kéretőztek el, hogy így mentsenek életeket. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható folyadék, amiből idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. Többször így megfogalmazódott bennem, hogy el kell jönni, mert hogyha mondom kihagyok egyet, akkor utána érzem magamon egy kicsit. Meg hát természetesen segíteni tudunk az embereken, másokon, akinek szüksége van rajta rá, és ilyenek. Az OVS munkatársai Tolnavár megyében nem csak a szekszárdi központban tartanak rendszeresen véradásokat, hanem folyamatosak a kitelepüléseik is.
Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez. Ezt alapul véve kijelenthető, hogy az országnak ezen a részén kifejezetten aktív a lakosság, ha az apró tűszúrás vállalásáról van szó. Az Országos Vérellátószolgálat tavaly évben 343 ezer egységvért vett le, ez 9260 helyszínen, közel 230 ezer véradótól történt ennyi vérvétel. Az új véradók számában nagyon örömteli változás történt, előző évhez képest, mint országosan, mint Tolnavegyében növekedett. Az első véradók száma, ezen belül is a 18 éves első véradók száma is nagy mértékben növekedett. Tolnavegyében 9451 jelentkeztek a tavalyi évben véradásra, köztük 609 új véradó. Vért adni évente akár többször is lehet, a legtöbben pedig, akik itt segítenek, már rutinosnak számítanak. Az első véradókra azonban mindig szükség van az utánpótlás biztosításához. Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, ez alatt a vörösvérsejtek is visszatermelődnek. Egy év alatt a nők négyszer, a férfiak pedig ötször adhatnak vért. Ennek az azonban ennek a különbségnek, hogy a nők hajlamosabbak egy kicsit a vérszegénységre. Szekszárdon a Véradó Központban, az Ybl Miklós utcában hétfőnként várják a segíteni akarókat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közölte, az év hatodik hetében 264 ezer ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 44.400-nál influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. Utóbbiak közül a páciensek 43,2%-a gyerek, 29%-a 15-34 éves volt. Közölték azt is, hogy a hatodik héten 237 betegből érkezett légúti minta az NNK laboratóriumába. 148 mintából 52-ben az influenza valamelyik típusát, 6 esetben koronavírust, 21 betegnél pedig a légúti óriás sejtes vírust mutatták ki. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban tanuló diákok közül többen is kiemelkedő eredményeket értek el a nemrégiben az SKTV és az ASZÉV versenyek területi fordulóján. Ezzel mentességet nyertek szakmai vizsgájuk egyes részei alól, és a felsőoktatásban is pluszpontokkal indulhatnak majd. Lezajlottak a 2022-2023-as tanév szakma kiváló tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny területi előválogatói. Tolna vármegyében is több diák indult a megmérettetésen. Waldraff Nikolett ügyviteli szakon végzi tanulmányait a Tolna Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezerédi István Technikumban Szekszárdon. Niki a legjobb 10 versenyző között jutott be a döntőbe. Ezen az első fordulón Excel, Word dokumentumokat kellett szerkeszteni, és volt elméleti kérdések is. A segítő tanárom készített föl a gyakorlati rész alól, az elméleti kérdésekre viszont saját magam készültem föl, de az anyagokat szintén a segítő tanárom adta nekem hozzá. A diákok hónapokat töltöttek a felkészüléssel. Trenka Tíme a turisztika szakon tanul. Ő nemrégiben az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén, vagyis az ASZÉV-en vett részt. Azt mondja, a megmérettetés nagyon jó visszaigazolás volt számára. Egyrészt mondta a felkészítő tanárnunk, ez a tanárnő, hogy ha bejutunk az országos döntőbe, ott az első 30 többletpontot kap tovább tanulásnál. Tehát ez alapból egy elég motiváló dolog volt számomra, mert szeretnék tovább tanulni. Illetve nagyon jó felkészülési lehetőség az érettségire, mert hasonló feladatok vannak, ugye? És igazából ez a kettő volt, hogy felmérjem a tudásomat, és hogyha esetleg így sikerül, hogy be tudok jutni a döntőbe, akkor az jó pontokat jelentene nekem. Ami így is történt, a fiatal lány már javában készül a márciusi írásbeli és az áprilisi szóbeli országos fordulókra. A tanulmányai befejeztével pedig a vendéglátás területén szeretne dolgozni. Regionális híreink következnek. Hazaértek, 17 embert mentettek egy hét alatt. Működési támogatást kért, kiröhögték, nem fogadta be a roma önkormányzat kérelmét a pécsi városvezetés. Segítsünk gólyáinknak a fészekrakásban, kalácsütéssel egybekötött farsang Romunyán.
Hazatértek a törökországi földrengést követő segítségnyújtásban résztvevő kaposvári önkéntesek. A kötél speciális mentőszolgálat két tagja, Bodó László és fia, ifjabb Bodó László közel egy hetet töltött a katasztrófa helyszínén. Munkájukkal a Pest megyei kutatómentőszolgálatot segítették, akikkel 17 embert tudtak kimenteni a romok alól, köztük gyerekeket is. A Kötél Egyesület elmúlt 25 évének legembert próbálóbb hetén van túl Bodó László. Több mint egy hete még a Somogyot ért óriási vihar adott munkát az önkénteseknek, aztán február 6-án délután érkezett a törökországi és szíriai földrengés híre. Hétfőn délután is 17 óra magasságban az egyik fa kivágásán éppen dolgoztunk, amikor jött a felkérés, hogy el kellene indulnia, és hát 7:30-ra fel kellene jön a reptérre. Nyilván nem volt itt gondolkodás idő, annyi volt, hogy lemásztunk a fáról, kocsiba ültünk, elköszöntünk családtagjainktól, és elindultunk a nagy útra. A Pest megyei kutatómentőszolgálat kötelékébe hívták őket, a műszaki mentésben volt szükség a kötelesek segítségére. Ők jobban inkább a földerítés, kutyás földerítés eszközökkel való földerítésben vannak otthon, ezért minket kértek föl, hogy ha lehet, akkor ebbe segítsünk, hiszen mi ebbe vagyunk erősebbek, és így a Pest megyei kutatómentőszolgálattal karöltve tudtunk elindulni. 20 fővel, majd 2 fő még csatlakozott Istambulba is, így 22 fővel tudtunk az ott lévőkről segíteni. A Kötél Egyesülettől Bodó László és fia, ifja Bodó László indult útnak Törökországba, ahol a földrengés okozta a szörnyű tragédiával kellett szembesülniük. Azonnal munkához láttak, hogy minél több túlélőt találjanak. Itt igazából a versenyfutás az idővel az, ami nagyon fontos, hiszen az első napokban, még az első két napban, még akár kutya se kell, akusztikus eszközök sem kellenek, mert jeleznek a bent lévő személyek. Ezt követően kell az, amikor már harmadik, negyedik nap van, hogy kiszáradnak, elfáradnak, elvesztik az időérzéküket, lehet, hogy végigalusszák a napokat a sötétbe, de az első egy-két napban akkor nagyon hatékonyan lehet keresni a személyeket, és talán is persze. Az egységek megfeszített tempóban dolgoztak, és keresték a túlélőket a romok alatt. Onnan, hogy megvan a személy a romok alatt, utána kezdődik a harc az életért, az életünkkel, hogy szó szerint értsük. Például a kisbabát azt a tetőről elkezdtünk befele hatolni, betonáttöréssel, födémáttöréssel, majd vízszintesen kellett betontörni, és ezeket a réseket kibontani, kivágni, bejutni, ellátni, majd kihozni a sérültet, tehát ez volt a úgymond a műszaki mentési feladatoknak a dolga. Egy másfél éves kisgyermeket emel ki az összedőlt ház maradványai alól Bodó László. A Pest megyei kutatómentőszolgálat összesen 17 ember tudott élve kimenteni a romok alól. Mint Bodó László elmondta, a gyerekekre örökre emlékezni fog. A sikeres mentések mellett rengeteg tragédiával is szembesültek a mentőszervezetek. Az egyik legmegrázóbb volt a 15 éves Ali esete. A fiú életéért 36 órán át küzdöttek, azonban nem tudták élve kiszabadítani a romok alól. Kiröhögték a városvezető frakció tagjai a Roma önkormányzat pécsi elnökét, miután Varga István kijelentette, jó barátok Aut Istvánnal a baloldali frakció tagjai nevetni kezdtek. Az elnök egyébként működési támogatást kért volna a 2023-as költségvetés keretében, ám kérelmét nem fogadta be a városvezetés. Péterfi Attila polgármester azt mondta, nem tudja támogatni a pécsi romák igényét, de azt megígéri, hogy levélben kér majd működési támogatást Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől, és egy személyes időpontot is. A roma önkormányzat mellett egyébként számos civil szervezet is plusz támogatást kért. Ezeket a kérelmeket Berényi Zoltán, az ÖPE képviselője karolta fel. Én nekem az Aut István a mai napig nagyon jó barátom volt. Beletartozik a... Ne röhögjetek, gyerekek, mert én az István a napi kapcsolattal beszéltem, jó? Ez volt az egyik kritikus pillanat a február 14-i közgyűlésen Pécsett. A roma önkormányzat elnöke kért szót, akit a baloldali frakció tagjai kinevettek ezen mondata után. Varga István egyébként szeretett volna működési támogatást kérni a szervezet számára, hasonlóan a többi nemzetiségi önkormányzathoz, de erre nem kapott lehetőséget, állította. Itt a probléma, hogy bejön ide egy cigányember, elkezd beszélni, el szeretne kérni egy működési, alapvető működési költséget, és kiröhögitek. Ameddig ti tiszteletdíjért dolgoztok,
Mi társadalmi munkába végezzünk a feladatot napi szinten. Az elnöknek csak úgy sikerült benyújtania a kérését, hogy azt Berényi Zoltán, az ÖPE képviselője felkarolta. A politikus azt mondja, ő is külön felkereste Aut István nemzetiségi tanácsnokot. Még a szünetben lobbiztam is nála, hogy hát ő a tanácsnok, ez az ő kötelessége volna. Így a területi illetékesség okán is, hiszen ott működnek a választókörzetemben, én befogadtam az ő támogatási kérelmüket, de sajnos ez sem nyert támogatást. Mérhetetlenül szomorú és csalódott vagyok, hogy annak ellenére, hogy a vitában volt egy-két pozitív hang, hogy a civil szervezetek talán megérdemelnének, ha nem is ilyen összegű, de valami más támogatást, de nem tudtuk ezt keresztülvinni. Még január 25-én egyébként közel 100 civil szervezet képviselője gyűlt össze a Művészetek és Irodalomházában, akik mind többlettámogatást kértek működésükhöz. Berényi Zoltán szerint 66%-kal csökkentették Péter Fiék a civil szervezetek támogatását 2019-től, amit még a saját szimpatizánsaik is komolyan kritizáltak. Erre Péter Fi Attila azt válaszolta, hogy levélben megkereste Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kormány nyújtson segítséget a pécsi civileknek. Holott a korábbi évekhez képest, tehát a 19-ig realizált és kifizetett támogatásokhoz képest több mint kétharmaddal csökkentek a pécsi civil szervezetek támogatásai. Én semmi másra nem tettem javaslatot, hogy azokat a kereteket, civil, közművelődési, fesztivál, rendezvény, programok, azt ezzel csak állítsuk vissza nominál szinten a 19-es szintre, sajnos ez nem nyert támogatás. A jobboldali frakció tagjai számos módosításra tettek javaslatot, ám ezek közül a legtöbbet elutasította a városvezetés. Sérelmezték többek között azt, hogy a városvezetés a sport és civil egyesületekre, a részönkormányzatokra, valamint a buszközlekedésre is kevesebbet fordít, de csak az elmúlt évben 41 milliót osztottak ki a cégvezetőknek, a képviselők fizetését megemelték, ügyvédi köröket béreltek fel, hogy lejáratásokat folytassanak, hangzott el a vita során. Segítsünk gólyáinknak a fészekrakásban. Ezt a felhívást tette közé a Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat. A béketéren lévő fészek ugyanis az évek alatt annyira megrongálódott, hogy annak mi hamarabbi rendbetétele elengedhetetlen. A német önkormányzat kalácssütéssel egybekötött farsangi mulatságot szervezett, melynek bevételét a gólyafészek helyreállítására fordítják. A további adományokat február 26-áig várják. Romonyán 2014-ben alakult meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat, melynek célja, hogy minél több programot szervezzen a közösségnek. Legutóbb jótékony célú palacsinta és kalácssütéssel egybekötött farsangi mulatságot tartottak a béketéren. A farsanghoz hozzátartozik a tombola. Most van egy olyan tervünk, hogy a gólyafészkünk sajnos eléggé megrongálódott, és hogyha valamivel hozzá tudnánk járulni, akkor a tombola bevételét erre szeretnénk felajánlani. Hogy a gólyák megmaradjon, a gólyavida visszatérjen, és hogy mindig valami próbálunk, ami végül is a falu népének, mindenkinek jó lesz. A településen szép számmal vannak még a német hagyományokat ápolni vágyó emberek. A településen kétnyelvű nemzetiségi óvoda működik, három csoporttal, ebben kettőben jelen van a nemzetiségi nyelvi oktatás, és a harmadik csoport gyerekei számára is külön néptánc foglalkozásban, illetve nemzetiségi táncoktatás foglalkozásban részt vehetnek a gyerekek a nyelvoktatásban. A hagyományokat mindannyian ünnepeljük, mindhárom csoporttal óvodai szinten, és szorosan együttműködünk az óvoda és a nemzetiségi önkormányzat minden program megvalósítása során. A segítsünk gólyáinknak a fészekrakásban mottójú felhívásra február 26-áig várja a további adományokat a Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon a veszélyes fákról is egyeztettek az önkormányzati képviselők. Elfogadták a 2023-as költségvetést, 3,4 milliárd forinttal gazdálkodik idén Bonyhád. Véradást tartottak Tolnán. Országosan naponta átlagosan 1700 segítőre van szükség. Szakmai verseny. Szép eredményeket értek el a Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezerédi István technikum tanulói.
Pénteken meleg front éri el hazánkat, délelőtt még szerte az országban lehet némi napsütés, illetve ködfoltok, majd később már erősen felhős időre van kilátás. A déli, délnyugati ország részben lehetnek leginkább még délután is napos időszakok. Éjszaka marad a sok felhő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!